Füli János, Tolna vármegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is megtekintette a Gerjeni lakóparkban elkészült ingatlant az értékesítő által meghirdetett nyílt nap keretében. Jelenleg 4 ház készült el, és újabb 4 építése kezdődött meg a területen. 5 éve ezelőtt polgármester úrral még itt csak ábrándoztunk, meg rajzokat nézegettünk, hogy lehetne itt telkeket kialakítani, hogy tudnánk ide majd az atomerőműépítés kapcsán is kihozni munkavállalókat, hogy tudnánk a népességet növelni, szakóvoda, iskola, mindennek ugye más a státusza, de akár csak a közös önkormányzat, vagy egyedi önkormányzat, minden függ attól, hogy növekszik-e a létszám. Azt gondolom, hogy a térségnek azt jelenti, hogy bízunk a jövőbe, az atomerőmű megépítésébe, abban is, hogy a híd is befejeződik. Nemrég voltunk, bemutattuk a híd állapotát. Az ígéret az, hogy be fog fejeződni a tervezett időben, tehát jövő ilyenkor már akik itt fognak lakni, és át akarnak menni Kalocsára hétvégén egy ebédre vagy egy fagylaltra, akkor át tudnak menni. És ugye ez nem egy lakópark, annál jobb minőségű épületeket építünk, hanem ezek otthonok tudnak lenni. A lakosság létszámának növekedése pedig elkezdődött. A település önkormányzatához is számos megkeresés érkezik a lakóparkkal kapcsolatban, valamint szolgáltatók is szeretnének a jövőben helyet kapni a településen. Próbáljuk a szolgáltatási palettát majd bővíteni, a megtartáson túl nyilván. Többen kerestem már üzletek, boltok nyitásával, egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatosan, hogy milyen lehetőséget tudunk a településen biztosítani, és hát nyilván megpróbáljuk az igényeket kielégíteni, akár telekértékesítéssel, akár ingatlanbérbeadásokkal, és bármi egyébben, ami előre mozdítja a település fejlődését. Alapjában véve egy kis településnek szerintem az életképességi záloga az, hogy mondjuk egy lakosság számot tudjunk növelni, és új település részeket tudjunk például kialakítani. Tehát mondhatom azt, hogy Gerjen életében ez egy történelmi pillanat, hogy egy ilyen területet ki tudtunk alakítani. Így itt az önkormányzatnak a szerepe ebben az volt, hogy kialakítottuk a lehetőséget arra, hogy itt házak épüljenek meg, hiszen az úthálózattól a közműig, a közvilágítástól a vízelvezető árokig, a járdáig, ugye az önkormányzat egy elnyert támogatásból tudta megvalósítani. És gyakorlatilag ezt tette lehetővé azt, hogy ma itt állhatunk, és ezt a 4 darab házat így megtekinthetjük így első körbe, de azért látszik, hogy a területen már magán jelleggel is építkeznek mellette, tehát ez folyamatosan népesül be ez a terület. Ezért alapvetően erre kifejezetten büszke vagyok, hiszen a mai világban azt mondani, hogy új házak, új lakóházak is nem egy, hanem több ház is épül egy időben, az szerintem egy kifejezetten örömteli pillanat, és hát azért hadd említsek meg még egy nagyon fontos dolgot, hogy kifejezetten büszkék voltunk arra, hogy új utcaneveket kellett adni a településen, és ez egy olyan jellegű fejtörést okozott, hogy mégiscsak milyen neveket adjunk az utcáknak, és a közösség úgy döntött, hogy Gerjenhez köthető olyan személyekről nevezük el az utcákat, akik valamit tettek a múltban Gerjenért, és ezzel szeretnénk az emléküknek adózni. Az az érdekünk, önös érdekünk, hogy a település minél jobb fejlődési pályát írjon le, és hát ennek a fejlesztésnek azért azt lehet mondani, hogy szerves része, illetve kapcsolódik hozzá az új Paks-Gerjent összekötő útszakasznak majd az elkészültet, majdani átadás, ami remélhetőleg nagyon-nagyon hamarosan meg fog történni, és az így csomagba teszi lehetővé azt, hogy a településünk ilyen fejlődési pályát tud bejárni. A területen található 4 ingatlan már gazdára talált, de továbbiak építése kezdődik meg hamarosan. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy a Woltonbau ZRT az elejétől kezdve garantálja az árat. Ez azt jelenti, hogy a szerződéskötéstől nem fognak változni az árak, a kulcsátadásig ez ugyanaz marad, és 550 ezer forintos négyzetméter ártól kezdődnek a házak. Jelenleg a következő 4 háznak az építése kezdődik meg. A telkeke 650 négyzetméter körüliek, és akkor erre választható 2 típus terv, A és C típusú házakból lehet most választani. Ezek 117-150 négyzetméter közötti házak. Mindegyik rendelkezik 4 hálószobával, plusz nappalival, amerikai konyhával, amerikai stílusú konyhával, külön WC-vel és fürdőszobával, illetve gépészeti helységgel. Tehát tudni kell, hogy nagyon rugalmas az építető cég, ez azt jelenti, mind a kialakításban, mind a finanszírozásban bele tud szólni a vevő. Igénybe vehető a házakra a csok hitel, ez nagyon nagy segítség a fiataloknak. Ez azt jelenti, hogy mivel új építésű házakról van szó, az 5% áfa is visszaigényelhető. Az ár tartalmazza a hideg, meleg burkolatokat, amit a tulajdonos egyénileg választhat ki, emellett szanitereket, szerelvényeket, lámpákat, valamint 70 négyzetméter térkövet is magába foglal a vételár, amit a vevő igényei szerint helyeznek el a telken. Az építető cég rugalmasan kezeli az igényeket.
Ugye az alap négyzetmétert úgymond megszabtuk, meghatároztuk, figyelembe vettük a kedvező hiteleket, a csokot, egyéb családtámogatási programot, ennek alapján határoztuk meg, de a belső falak azok teljes mértékben változtathatók, nyilván a jó ízlés határa és a szakmaiság megtartása mellett. A bemutatásra került házat egy fiatal házas pár vásárolta meg. Nekem már ugye régebbi kötődésem van Gerjezni, jó pár évvel ezelőtt a sport által ide kerültem Paksról. Igazából a családalapítást követően sokat keresgéltünk, ingatlanok között sok eladóházat megnéztünk, és utána jött ez a lehetőség, átbeszéltük a részleteket, az érdeklődésünket követően, és hát erre esett a választásunk, mert úgy ítéltük meg, hogy árérték arányban ennél jobb választást jelenleg nincs a piacon. Teljes mértékben együtt működött velünk a Voltonba, ugye az építő, csak pozitívan tudunk róluk nyilatkozni, ami igény, lehetőség, meglátásunk felmerült, minden teljes mértékben kiszolgáltuk, úgyhogy mi nagyon elégedettek vagyunk az építkezéssel. Mi ebből inkább a lehetőségeket láttuk meg, hogy minél inkább a saját arcunkra tudjuk formálni a környezetünket, illetve a másik része pedig az, hogy azért itt sok telefon volt, tudtuk úgy nagyjából, hogy kik az érdeklődők, és örültünk annak, hogy sok fiatal költözik ide. A hagyományos téglafalazatú épületek alacsony rezsiköltséggel tarthatóak fenn, köszönhető ez például a hőszivattyús padlófűtésnek. Az ingatlanok energetikai besorolása BB-típus, azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő épületek a Gerjeni lakóparkban elkészült házak.